Lapoz! Ül! Nem maga maga barom! Erőt, egészséget, ezres úr! A kedves fianetán! Gondunk lesz a gyerekre! Fiatal ember, legyen szíves! Estére otthon vagyok, nyugodt. Persze, piám. Mobiltelefon, figyelj az autóba. Mi azt inkább megtartanám? Ah, kivételesen. Kaput! Sorakozó! Legyen kedves beállni a többiek közé. Köszönöm. Nevet! Irányba felé futom, hogy szépület orvosi vizsgálatra! Úristen, kiket küldtek már megint. Doktor úr, kezdhetünk? Jöhetnek az újoncok? Hát, ha nagyon muszáj, küldje be. Jöjjenek befelé egyesére a orvos vizsgálva! Állj oda! Ide, ülre! Forduljon meg gatyát letolni. Dohány! Csak nem kormos. Alkalmas. Öltözön fel, küldje be a következő. Húzzon ki fel a következő! Vigyázzon, vakegér, ide jöjjön! Komoly betegsége van? Van, rövidlátó vagyok. Az nem betegség. Mivel bizonyítja ezt? Doktor úr, látja ott az a szöget? Persze, hogy látom. Na látja, én nem látom. Na ne szórakozzon, öltözzön fel! Gyerünk befele, következő! Sziasztok! Ide legyen szíves! Tisztelet! Tolja le a nadrágját! Na öltözzön, bütyök! Állj ide a mércéhez! Gyorsan, nem érj! 183! Megvan, itt rendben van a méret! Köszönöm, küldje be a következőt, legyen szíves! Oké! Okay. Jó napot kívánok! Oda van arra! Jó napot kívánok! Mi a panasza? Hát havonta egyszer bevérzik a gyomor fekélyem, ott ugye mondjam, hogy rossz szíva családom, rosszul van beakasztva, és félszemes alak is vagyok. Ismerjük, azt hiszem. 20 nap jó lesz. Van még mára valaki? Mára végeztünk, doktor úr. Épp ideje. Teljes felszerelés! Túlélő csomag! Bakancs! Köszönöm, uram! Nadrágot hozott otthonról, sor vége! Következő! Mi van eladó? Miért ezt a gyűröttet adja neki, idióta? Az ezredes úr fiának egy vasalton az ujjak közül! Köszönjük, hogy nálunk vásárolt! Következő! Egy 42-es sapit, egy 47-es sodi, egy 52-es gacsot, meg egy emezőt. Mit válogat itt nekem, ez nem a divatcsarnok, sor vége! Cipő! Egy is elég, egy lába lesz, úgyis! Sorbaállás! Vigyázz! Alakuló téren 10 perc múlva mindenki felöltözve, ott találkozunk! De azonnal! Látom, megkapták a rendszeresített felszerelést. Föl is öltöztek. De hogy? Szépen néznek ki. Akinek? Nagy a cipője! Az most szóljon! Uram, nekem nagy a cipőm! Menjen és cserítesek ki kisebbre! Uram, én inkább megtartanám, nekem a lábam is nagy! Tűrje be az ingét, idióta! Nézze meg Rambovicsot! Egész katonás! Köszönöm, uram! Majdnem jó! Tökéletes. Mi maga, repzenész? Magát hogy hívják? Jelentem Dana Honvéd. Jó, hogy nem MTKVM. Tisztelegni pedig jobb kézzel tisztelgünk. Hát maga, maga mit csinál? Morfondírozunk. Azonnal dobja el! Volt röhögni? Yes! Mi mozog? Jelentem a Föld! Ki mondta? Galilei! Galilei, lépjen ki! Na emberek, kinek van egy szimfóniája? Beethovennek volt 9. Beethoven adjon egy szállat! Na megint szivatnak! Igen? Na jegyezzék meg! Apjuk helyett apjuk leszek, anyjuk helyett anyjuk! Most először szeretnék árva lenni. Mi nem szeretjük itten a csókos embereket!
Úgyhogy Gabi, emberelj meg magát itt nálunk. Milyen volt az első napja? Nem emlékszem, akkor még csecsemő voltam. Na emberek! Aki nős, az jobbra, aki nőtlen, az balra! Oszló! Északi meleg, tábornok úr! Szorosan mögém! Fölügyesnek, tövétnek festek. Minden reggel jó korán kelünk, felmosunk, teszünk, teszünk. Ó, de szar nekünk. Álmunkban majd ihatunk, csajozunk, csókosak vagyunk, mosolygunk, mikor kívánjuk, otthon leszünk. Ó, de jó nekünk. Ez csak álmunk. Vigyázz, gyerünk százak, vigyázz. Álmaimban Amerika visszainteget, álmaimban Amerika nem mondhat nemet. Álmaimban Amerika visszainteget, álmaimban Amerika nem mondhat nemet. Leteper, mint a láz, őrült boszorkány, vadhan túrozás. Amerika, Amerika visszavár. Álmaimban Amerika visszainteget, álmaimban Amerika nem mondhat nemet. Leteper, mint a láz, őrült boszorkány, vadhan túrozás. Amerika, Amerika visszavár. Bevonultunk, csak végre itt legyünk. Minden reggel jó korán kerünk. Felmosunk, teszünk, teszünk. Ó, de szar nekünk. Egy hét és megyünk. Álmaimban Amerika visszainteget, álmaimban Amerika nem mondhat nemet. Álmaimban Amerika visszainteget, álmaimban Amerika nem mondhat nemet. Leteper, mint a láz, őrült boszorkány, vadhan túrozás. Amerika, Amerika visszavár. Álmaimban Amerika visszainteget, álmaimban Amerika nem mondhat nemet. Álmaimban Amerika visszainteget, haza megyek, meglöföm, és lesz majd, ha gyerek! 9 lehet már az megint? Tessék, Kovács! Jó napot kívánok, Kovács úr! Előttem ül az ön kedves neje, aki már a 25 ezer forintos kérdésnél jár, és nagyon reméli, hogy ön tudja a választ a következő kérdésre. Figyeljenek, 30 másodpercük van. Tessék! Szia, Géza! Az ismert gyerekdalban, aki nem lép egyszerre, mikor nem kap rétest? A. vacsorára, B. 3-9-re, C. karácsonyra, vagy estére, D. Tessék, tart egy picit! Mondd el még egyszer, légy szíves! Nem értettem, hogy miről van szó. Az ismert gyerek dalban, aki nem lép egyszerre, mikor nem kap rétest? A vacsorára, B 3-9-re, C karácsonyra, vagy D estére? Na, várj egy kicsit, mert karácsonykor bájbli van, az nem lehet. 9-kor lőtér, ott sörétes, milyen rétes, sőt? Majd hív újra, akkor lenapta. Jelentkezem. De jó, hogy itt van. Jelentkezem. Nagyon fontos dolog, hogy hitta magát. Következő lenne. Hát van egy találós kérdése magához, azt megválaszolja, nagyon frankó ember maga. Na ide figyeljen. Ki az? Az apám fia, de nem a testvérem. Na ki az? Gondolkodjon már, szedje össze a gondolatait egy kicsit. Hát hogy vitte ilyen sokra? Nem tudom, ezeres úr. Szabad a gazdag. Hát én vagyok, nem tudja. Érti már, nem? Érti. Maga. Érti. Az ezeres úr. Én vagyok. Na. Viszont nagyon jó. Van. El kell mennem. Találkozom a tábornok úrral. Maga pedig 5 perc múlva megtartja az újoncoknak a politikai foglalkozást. Lelépett. Igen, sértettem. Kérek engedélyt. Megadom. Viszontlátásra. Jó utat kívánok az ezes úrnak. Balesetmentes közlekedést. A viszontlátásra.
Igen, természetesen. Viszontlát. Persze, Gézam. Hogyne, Gézam. Szevasz, Gézam. Úgy lesz. Persze. Szevasz, Gézam. Szevasz. Szervusz. Szervusz, Gézam. Szervusz. Minden jót. Szervusz, Gézam. Szervusz, Gézam. Természetesen. Szevasz, Gézam. Na, jó napot, urak. Elhalkul, egyenesen ül. Mai foglalkozás tárgya intelligencia felmérés. IQ test. Első kérdésem. Mi az? Ki az? Az apám fia, de nem a testvérem. Maga az, őrmester úr. Vukovári, maga barom. Hát az ezredes úr. Akkor maga barom. Na fiam, maga? Kisztag? Nem kérem, én fűtő vagyok. Na, gratulálok. Magának, mi a foglalkozása? Jelentem. Villamosmérnök vagyok. Hát arra villamosra se ülnék fel. Mellik a jó pofa, jó úristenit, szedje fel! Nyakon hajintom, rögves. Na, emberek! Tovább. Maga mivel foglalkozott azelőtt? Jelentem, bakteriológus vagyok. Nekem ne nagy képüsködjön itt, mert nyakon hajintom. Mondja azt, hogy vasutas volt. Értettem. Maga lesz a sorompókezelő a kapunál. Értettem. A mai foglalkozáson a fegyverekről fogunk tanulni. Meg fogják ismerni a T3-as gépfegyvert. Azért nem a T2-est, mert 90 óta nem gyártsák a T2-est. Gyártják. Mondom, hogy nem gyártsák. Bukovári, magának van órája? Jelentem, van, otthon. Gyártják. Otthon van az órája? Van. Gyártják. Milyen óra? Jó nagy kerek. Kakukkos? Az is van. Na fiam, akkor maga bemegy a szekrénybe. És minden óra végén kakukolással jelzi az óra végét. Melyik szekrény? Ide fiam, ide mögébe. Mi van, vakkegér, ne gyűjjön már nekem. Másszom be a borolhat szekrény, mert belerugdosom. Értem. Most kapuk, nem? Óra végén, óra. Maga barom. Velem jól kopáskodnak. Velem, aki teljesen egyedül, annak idején, harcképtelenné tettem egy egész századot. Mi volt maga, tüzér? Nem, kérem, én szakács voltam. Na, uraim, akinek bármi jellegű kérdése van, hozzáfűzni valója, az moszoljék, vagy tartsa magában örökre. Mit akar Rambovics? Kérem, engedélyezni a hétvégi eltávozásomat. Hát fiam, maga hétvégén szolgálatban lesz, a kapunál. Értettem. Úgyhogy majd talán a jövő héten, de rá se ráncson. Akkor inkább rárántanék. Kaku! Kaku! Egyedül fekszem az ágyamon, a takaró alatt a félszemű kobrát nógatom. A hidegben összement a pisztolyom, hogy be ne rostáljon, minden nap kipolírozom. Ha maga Lajuska, ha hogy néz ki? Ha hogy néz ki, mert Terence Hill? Ha mi ez a beatles frizura? Na húzzon le a fodrászhoz, de nagyon gyorsan! Az ember sorsa a kezében, véget érnek egy zsebkendőben az emlékek. Egy sárga folt lett a pendelyen, a bohócom rossz volt, hát elverem. Magányban telnek el a hónapok, csattog a körlet, mert körbe jár. Hogy rohan az idő? Jaj, ne is mondd, az idő se a régi. Gézukám, te emlékszel még azokra bromtablettákra, amiket azért kaptunk, hogy ne legyünk olyan kanosak? De miért? Hát, mert nálam most már lassan kezdenek hatni. Fárad a karja a katonának, fárad a karja. Figyelj már, segíts már egy kicsit. Lapozok, de mondja. Három betű, fehér, egészséges ital. Ott van a kezedben. Tartós tej, hülye vagy? Mondom, hogy három betű. Normális vagy. Akkor ebbe segíts, ez biztos tudod. Női nemiszer, négy betű. Vízszintes vagy függőleges? Vízszintes. Száj. Jó, ilyen. Fárad a karja a katonának, fárad a karja. Fárad a karja a katonának.
faszám? Érzettem. Mit mondtam én magának? Megint mit? Nem lát, hülye. Mit mondod? Azt mondtam, minden órába kakukkol. Irány a szekrénybe. Érted. A jó Istenit mondom. Aki nem lép egyszerre, nem kap még húst estére. Pedig a kikus nagyon jó, kakorának a kakorban. Öcsém, ez mit csinál? Hű, de ilyes vagyok. Na figyelj csak, egy kis Wellington bélszín, dobjam el egy kis lazacot is, jó? Kanálfűrű. Villám gyorsan. Ez egy csókos, majd az izzelsz. Köszi. Te lehet választani, én egy humán. Humán. Bocsánat, beleesett egy madárpóka levesembe. Gyerekek, komolyan mondom, én úgy ennék egy jó pitburger menüt sok áldozattal. De szuper szájszba, érted? Elmondod, édesöcsém, ezt nézd meg, mit kaptunk. Most komolyan, mi ez a mosdék? Jobban megnézem, ez medve tarkó lehet, betűtésztával. Medve tarkó? Olyat az anyám is szokott csinálni, csak tesz még bele illóolajat, meg tárkolj. Mi ez étel? Komolyan. Nehogy már nem ismered föl, ez hajhagymaleves kijelentő módban. Nem valószínű, mert van benne terpentin. Szerintem lazacvázsi. Szörnyű, olyan, mint a bikának fejük ki. Szóval ura is olyan. Nincs más. Dehogy nincs. Gondolod, hogy a disztek is ezt a fékanyálat eszik? Elmegyek, szerzek valami rendes kaját. Van egy ötletem. Segítség, segítség! Égetettem súlyát az egész hajó, mindenki ott van a bevézetben! Süllyedünk, mi? Azt hiszem. Egy szárazföldi alakulat? Hogy tudna süllyedni? A sok hülye tész meg, mint kirohan! De még én is. Jó estét, honvédek! Erős egészséget! Mivel mindenki sikeresen átesett az alapi képzésen, kivéve Bukovárit. Ezért ma este jutalomból kultúrprogram leszen. Először idősebb Kocsor Zsombor, kiképző őrmester, énekel népszerű popslágereket magyarul, majd pedig a méltán világhírű Baby Sisters Jány együttes következik. Jó kezd, taps, indul! Három és! Jövök! Tessék, tudottam belekezdeni! Mondtam, taps! Már mi nálunk, babám, már mi nálunk, babám, az jött a szokásban. De nem szedik a haj, anna a lányok angyalok, a férfiakra csak komédiáznak. Jóska, levelet hozott a posta, Jóska, azt mondtad nem szeret. Szent Mihályon presszó lesz, Szent Mihályon presszó lesz, és a money, a baszki funny, in the rich mass mo. You my heart, you my soul. Csavar fel a szőnyeget, még ma éjjel, csavar fel a szőnyeget. A butorokat tolja, szerte széjjel, de fél baj nem lehet. Nem mondok sütörtököt, puszvár, bombázó. Hey, a honvéd banda, szólas, ne várj, szólas, ne várj áll. Hey, honvéd banda, szólas, ne várj, szólas, ne várj áll. Szeretném a homokórát megállítani. Köszönöm!
és leveszi a lét. Szerfázet itt, álmodom meg itt, a kutya mindanit. Aj, ki vagy? Anyád, Dezsizsonnal! Anya, majd! Dezsizson, 10 lépést előre! A forró nadrá bevág, de jól áll a gyó. Arra nőve tehetem, kifelhe videó. Felső testre mindig fekszíthetek. Kivas az, ami nincs, szexi szöszítés. Hogy ne én vagyok jónak, ne szédíts. Ő magam idegen, kívüljem idegen. Hogy ne én legyen fel, elgondviselem. Fődök segít, hindeztál megint. A siker átkocsint. Vagy tévedek, ha mi van magukkal? Ha miért nem indultak még mindig el? Örmester úr, jelentem, leégett a kuplunk. Hányszor megmondtam maguknak, hogy ne dohányozzanak a harci gépjárműbe? A szentségét a hülye fejüknek. Indítsák be a rotort! Ez mekkora büdös barom. Na, indítsák a rotort, gyerünk! Mindenki rakott, a szempad előtt hóki csapat ácsorog. Sanka kasza létsz, ennyi az egész. Na nap a tisztem alatt, ott rogyod én. Tetszik nagyon, micsoda nő halom. Nem te vagy az étlapon. A húspiac szép, de nekem már elég. Inkább leadom magam, mint szép nagyjában behozok a hivatalban. Tangát veszek, és kifestem a szemet. A lényeg az, hogy a felekem jó legyen. Az idő most épp ez a menő. Akkor jó a nő, ha feltűnő. Mi vagyok kocogok, vagy erodikozok. Ha úszogom, mit eresztek, majd nem haladok. Hárman megint jó szokás szerint. De valahol láttam így. Valami egyedi kell, majd nem üres a hely. Yeah, yeah, yeah. Már melyik barom telefonál megint? Tudja valakivel beszélt? Nem, kivel? Kovács ezredessel. Kovács ezredes, maga tudja, hogy kivel beszélt? Nem. Akkor bármi van. Feküdj vezényszóra, a hasukra helyezik a testüket, dölts vezényszóra, belenyomkodják a nyambat golyóikat a tárba, tüzelj vezényszóra, elsütik a fegyvert. Na hallássam! Feküdj! Fekve tölts! Céloz! Tűz! Vigyázzanak! Menjen a nekünk a válik! Mit csinálod? Álljanak meg! Álljanak! Hű, ez a marha majdnem elcseszte az egészet! Hűha, azt hiszem én szúrtam el! Futáci! Tudom, ez a gyengélkedő, és nem a kantin. Ennyire betegek? Igen. Majd kiderül. Magának mi a panasza? Doktor úr, minden reggel 5-kor van székletem. Ezzel mi a probléma? 6-kor kelek. Ez nem probléma, szimulás vissza a századhoz, holnap harcászat, vagy a többiekkel. Anyám asszony katonája, mi a problémája? Jaj, doktor úr, úgy le vagyok lassulva. Gyenge vagyok, és már a reflexeim sem a régi. Miben nyilvánul meg ez magának? Tegnap is elütött egy autó, amit ketten toltak. Nem, azt megnézzük, nézd, mutassa a térdét. Jaj. Ezzel nem tudok mit kezdeni. Jaj. Mi az idő?
Mi a panasza? Állandó bőrkeményedésem van, doktor. Kivágjuk. Jelentem, Mak egészséges vagyok. Makját levágjuk. Jó, jó. Nagyon fáj a mandulám. Mutassa. Kivágjuk. Magával mi történt? Hova megy? Nekem a fejem fáj, de már elmúlt. Emberek, sajátkozott! Eljött a leszerelés ideje. Viselkedjenek hazafelé katonám méltón. Galambos! Igen! Na remélem meghívol a zián. Zsiráf! Jelen! Bukovári! 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 Jobbra! Hát! Indul! Ez az a nap, amire vártál. Hónapokig csak centit vágtál. A szivatásnak vége, csajozok, bulizok, élek. Hogyha én szél lehetnék, minden lóba befélnék. Nem csak puskát kefélnék. Szaroz már, az öreg rája, szarik rája. Az öreg sünnek, napjai már egyre csak szűnnek. Nyugodtan együtt. Na,
Te zebítja. Majdnál elhúrtam. Figyelem! Oszló! Valamit bámul! Hogy tegnéd? Igen! Mi van itt? Most már tudom. Ez a gazdát, mit tudom? Ez a gazdát, mit tudom? Ez a